A táncsport magyar bajnokság versenyeinek adott otthont hétvégén a Sziget Piklósi sportcsarnok. Az év legrangosabb hazai bajnokság sorozatára az ország minden részéről érkező párosok és formációs csapatok standard és latin amerikai táncokban, valamint tíz táncban szálltak versenybe a különböző kategóriák magyar bajnoki címért, és a nemzetközi mezőny is megmérettette magát a Miklósi táncparketten. Szombaton a Hungarian Dance Open első versenynapján öt kategóriában hirdettek győztest. Két verseny magyar páros állhatott fel a dobogó tetejére, emellett egy ezüst és egy bronzérmet is szereztek táncosaink, valamint döntős helyezéseknek is örülhetett a közönség. Vasárnap hat számban hirdettek győztest, a második napon három arany, egy ezüst és két bronzéremmel gazdagodott a magyar táncsport. Rengeteg páros érkezett, és sok-sok országból, úgyhogy úgy látszik, hogy a verseny kezdik kinőni magát. Jelenleg még talán a felkészülési időszaknak a versenyei közé tartozik, de úgy tervez hogy a, a jövő évben már egy egyel emeljük a tétet és egy World Open-t fogunk rendezni, ahol már a világ uh, uh, elitjébe tartozó párosok fognak érkezni. Nagyon nagy örömmel jövünk ide, óriási segítség, kap, segítséget kapunk a várostól, a csarnoktól és az itt élő emberektől is, úgyhogy ezúton is köszönjük ezt nekik. Nagyon jó a helyszín, biztos, hogy nem fogjuk megváltoztatni, és itt lesz a jövőben is.